Dombóvári Szivárványovoda jótékonysági Mici Mackó futásához több százan csatlakoztak. Hogy épüljön ez a közösség, és hogy a gyerekek mozogjanak, érezzenek jól magukat, szülőket, gyerekeket, intézményi dolgozókat közelebb hozzuk egymáshoz, és remekül szórakozzunk. Az 1 kilométeres táv teljesítését követően az óvodások szemmel láthatóan még nem fáradtak el. Nagyon-nagyon szuper ötletnek tartom, már a tavalyi évben is részt vettünk rajta, és idén is előszeretettel támogatjuk az óvodát, ahova már a nagyfiam is járt, és most a picike is. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó ötletnek tartom. A szülők és támogató családtagok, barátok a legfinomabb házi süteményekkel is készültek a délutáni zenés programra. Én már kezdetek óta részt veszek ezen a kezdeményezésen, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, szülőként is, zenészként is, illetve azt látom a szülőkön és gyerekeken, hogy maximálisan élvezik ezt a Mici Mackó futást. Élvezik mind a sport részét, amikor Kittivel bemelegítenek a futás előtt, illetve élvezik az utána következő buli részét, a zene részét. Próbáltam olyan zenéket hozni, amit ők is ismernek, ugye gyerekdalokat, egy kicsit csárdás stílusban, illetve az ők is táncuknak megfelelően, ritmusoknak megfelelően. A támogató és összetartó szülői közösségnek köszönhetően az óvoda hatékonyabban tud fejlődni. A harmadik jótékonysági Mici Mackó futás történik, zajlik éppen. Nagyon sok kisgyerek és felnőtt szülő eljött, és régi óvodásaink is itt vannak. Van egy szuper szülői közösségünk, akik nem csak hogy szeretnék jól érezni magukat egy ilyen jótékonysági rendezvényen, hanem segítenek mindenben, hogy az óvoda feltételeit egy kicsit javítsuk. És immáron ez a harmadik jótékonysági Mici Mackó futás, de nem csak ez a jótékonysági esemény van, hanem 3 ilyen esemény van, ugye az újéves óvodabálunk, illetve a karácsonyi vásár, úgyhogy nagyon lelkesek a szülők, és nagyon pozitívan állnak ahhoz, hogy együtt gondolkodjunk és együtt tegyünk az óvodáért. Az Öko intézményt látogató picik már várják az év következő nagy eseményét, a karácsonyt, ahol főszerepet kap a fenntarthatóság és újrahasznosítás is. Karácsonyi vásár, ahol a szülők együtt gondolkodnak velünk, készítenek kézműves termékeket, mindenféle sütiket csomagolnak be, és könyveket, használt játékokat árulunk, egy kicsit a fenntarthatóságot is, mert erről is híresek vagyunk, hogy zöld bázis óvoda vagyunk, úgyhogy próbálunk újra hasznosítani. Egy kis vonz, Rondítája, Igor Mánya,